Üdvözlet mindenkinek, és shalom! Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosnak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség Abba Jahuának! The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Dr. Fauci, in a recent British study, David Wiley and others found that no symptomatic reinfections from COVID-19 after following 2,800 patients for several months. In fact, there have been no reports of significant numbers of reinfections after acquiring COVID-19 naturally. Shane Crotty, a virologist at La Jolla Institute for Immunology, concludes from his experiments that the amount of immune memory gained from natural infection would likely prevent the vast majority of people from getting hospitalized disease, severe disease for many years. In this study, which was published in Science, Dr. Crotty showed that antibody levels stayed relatively constant with only modest declines over 6 to 8 months. Dr. Crotty reported that, notably, memory B cells specific for the spike protein, or RBD, were detected in almost all COVID-19 cases with no apparent half-life at 5 to 8 months after infection. In other words, Dr. Crotty found significant evidence of long-term immunity after COVID infection. Furthermore, Dr. Crotty noted B cell memory to some other infections has been observed for as long as 60 plus years after smallpox vaccination, or even 90 years after a natural infection with influenza. That was a woman who got the Spanish flu, still showed immunity 90 years later. So rather than being pessimistic towards people gaining immunity after they've had COVID or had a vaccine, studies argue for significant optimism. In fact, there have been no scientific studies arguing or proving that infection with COVID does not create immunity. There have been no studies showing significant numbers of reinfections. Of the 30 million Americans who have had COVID, only a handful of reinfections have been discovered. In fact, the New York Times reported last fall more than 38 million people at the time worldwide had been infected with the coronavirus, and as of that date, fewer than 5 of these cases had been confirmed by scientists to be reinfections. Scientists interviewed for the article concluded, in most cases, a second bout with the virus produced milder symptoms or none at all. Given that no scientific studies have shown significant numbers of reinfections of patients previously infected or previously vaccinated, what specific studies do you cite to argue that the public should be wearing masks well into 2022? Az egész egy világméretű járvánnyal kezdődött. I'm not sure I understand the connection of what you're saying about masks and reinfection. We're talking about people who have never been infected before. You're telling everybody to wear a mask, whether they've had an infection or a vaccine. What I'm saying is they have immunity, and everybody agrees they have immunity. What studies do you have that people that have had the vaccine or have had the infection are spreading the infection? If we're not spreading the infection, isn't it just theater? Isn't it just theater? Isn't it just theater? No, it's not. The vaccine and you're wearing 2 masks. Isn't that theater? That theater? That theater? A maszk puszta látványosság, hogy úgy tűnjön a kormány tesz valamit. No, that's not. Here we go again with the theater. Let's get down to the facts. Infection. What study shows significant reinfection, hospitalization, and death after either natural infection or the vaccine? It doesn't exist. There is no evidence that there are significant reinfections after vaccine. In fact, I don't think we have a hospitalization in the United States after the 2 week period after the second vaccination. Yeah, we don't have a death in the United States. You're not hearing what I'm saying about variants. We're talking about wild type versus variants. And what now, proof is there? What proof is there that there are significant reinfections with hospitalizations and death from the variants? None in our country, zero. Well, because we don't have a prevalent of a variant yet. We're having one, can I finish? We're having 117 that's becoming you're more dominant. Your policy based on conjecture. No, you have the it isn't based on conjecture. Variants, so you want people to wear a mask for another couple of years. No. You've been vaccinated and you parade around in 2 masks for show. For show. For show. A maszk puszta látványosság, hogy úgy tűnjön a kormány tesz valamit. No. You can't get it again. There's virtually 0% chance you're going to get it, and yet you're telling people that have had the vaccine, who have immunity. You're defying everything we know about immunity by telling people to wear a mask who've been vaccinated. No. Instead, you should be saying there is no science to say we're going to have a problem from the large number of people being vaccinated. You want to get rid of vaccine hesitancy?
Tell them they can quit wearing their mask after they get the vaccine. You want people to get the vaccine? Give them a reward instead of telling them that the nanny state's going to be there for 3 more years and you got to wear a mask forever. People don't want to hear it. There's no science behind it. Well, let me just state for the record that masks are not theater. Masks are protective. And we you have immunity there, theater. If you already have immunity, you're wearing a mask to give comfort to others. You're not wearing a mask because of any science. I totally disagree with you. Because democracy basically means government by the people, of the people, for the people. But the people are retarded. Fauci, I don't expect you today to admit that you approved of NIH funding for gain-of-function research in Wuhan, but your repeated denials have worn thin, and a majority of Americans, frankly, don't believe you. Even the NIH now admits that EcoHealth Alliance did perform experiments in Wuhan that created viruses not found in nature that actually did gain in lethality. The facts are clear. The NIH did fund gain-of-function research in Wuhan, despite your protestations. You can deny it all you want, but even the Chinese authors of the paper, in their paper, admit that viruses not found in nature were created, and yes, they gained in infectivity. Your persistent denials, though, are not simply a stain on your reputation, but are a clear and present danger to the country and to the world. As Professor Kevin Esfeldt of MIT has written, gain-of-function research looks like a gamble that civilization can't afford to risk. And yet here we are again, with you steadfast in your denials. Why does it matter? Because gain-of-function research with laboratory-created viruses not found in nature could cause a pandemic even worse the next time. We're suffering today from one that has a mortality of approximately 1%. They're experimenting with viruses that have mortalities of between 15 and 50%. Yes, our civilization could be at risk from one of these viruses. Experiments that combine unknown viruses with known pandemic-causing viruses are incredibly risky. Experiments that combine unknown viruses with coronaviruses that have as much as 50% mortality could endanger civilization as we know it. The guidelines are very, very clear that you have to be dealing with a pathogen that clearly is shown and very likely to be highly transmissible in an uncontrollable way in humans and to have a high degree of morbidity and mortality, and that you do experiments to enhance that, to enhance that, to enhance that. Hence the word EPPP. There's the preponderance of evidence now points towards this coming from the lab, and what you've done is changed the definition on your website to try to cover your ass, basically. That's what you've done. You've changed the website to try to have a new definition that doesn't include the risky research that's going on. Dreams are my speciality. Through dreams, I influence mankind. Ugye nagyon sok, ami mindig hiányzik egy másfél-két millió ember, hogy elérjük ezt a teljes oltási tervet, és közülük sokan azt mondják, hogy ő környezetükben volt, aki megbetegedett, többször is adott esetben munkahelyen, családban, ők nem kapták el a betegséget, akkor ők ezek szerint védve vannak, akkor ők ezek szerint védve vannak. Nagyon kíváncsi vagyok, a tudományos háttérrel elképzelhető ilyen? Nagyobb eséllyel kapják el a koronavírust a magas emberek. Egy kutatás eredményei legalábbis ezt igazolják. Akkor ők ezek szerint védve vannak, akkor ők ezek szerint védve vannak. Igen, elképzelhető, igen, elképzelhető, igen, elképzelhető. Hát tudjuk a kezdetektől fogva, hogy a koronavírus is egy olyan fertőzés, mint majdnem mindegyik, vagy szinte mindegyik. Az emberek egy része, ha meg is fertőződik, nem lesz beteg. Itt ez kb. 80%, tehát 20%, tehát viszonylag nagy számú emberről van szó, aki csak fertőző, nyilván ez veszélyezteti a társadalom egészét, és általában a fertőzöttek 20%-a lesz beteg, és sajnos 2%-a meg is hal. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. At no point in your rambling, incoherent response were you even close to anything that could be considered a rational thought. Everyone in this room is now dumber for having listened to it. Tehát nem minden fertőzött lesz beteg, ezt nagyon régóta tudjuk. Azt is el lehet mondani, hogy a koronavírus, tehát a jelenlegi koronavírus a SARS-CoV-2-es, az nagyon enyhén halálos. A szabad ilyet egyáltalán mondani. Kik eddig nem oltották be magukat, meghallgatva, most azt mondják, hogy semmi okom akkor felvenni az oltást. Nem, nagy esélyük van, hogy megkapják a betegséget, és közülük 20% a kórházba kerül, illetőleg 2% a meg is hal. To kind of catapult the propaganda. Tehát én azt mondanám, hogy nagy eséllyel sokan betegek lesznek, és sokan meg is halnak, úgyhogy szaladjanak oltakozni. To kind of catapult the propaganda.
Hosszú távon semmifajta olyan következményre nem kell számolni, ami az egészséget rontaná. Ehhez hazudtunk reggel, éjjel meg este. Én azt gondolom, hogy az mRNA-s vakcinák, meg a többi összes vakcina olyan technológia, ami már ki van próbálva. Tehát Magyarországon és az egész világban most egy gyógyszerkísérlet zajlik. Ne felejtsük el, hogy a gyógyszereknek, ugye az oltóanyagoknak a kutatása az 2 évet vesz igénybe. Itt nincs 2 év. Tehát jelenleg az egész földgolyón egy gyógyszerkísérlet zajlik. Az, hogy ez az mRNA-s vakcina technológia nagyon új lenne, és emiatt aztán fú, majd nem lehet tudni, mi fog történni, ez nem igaz, ezt már alkalmazták más védőoltásoknál, csak az olyan védőoltásokat Magyarországon nem használunk. Tehát Magyarországon és az egész világban most egy gyógyszerkísérlet zajlik. De ettől még ez a technológia, vagy a vektorvakcinás technológia, jelölt vírusos technológia, ez közöttünk van már sok évtizede, tehát ezek működő dolgok. Jelenleg az egész földgolyón egy gyógyszerkísérlet zajlik. Nem kell félni a hosszú távú mellékhatásoktól. Ne felejtsük el, hogy a gyógyszereknek, ugye az oltóanyagoknak a kutatása az 2 évet vesz igénybe. Itt nincs 2 év. Hosszú távú mellékhatás akkor alakul ki, ha valaki COVID-fertőzött lesz, és kialakul mondjuk egy fiatal embernek olyan szívritmus zavara, ami aztán az egész életét be fogja árnyékolni, nem fog tudni normálisan sportolni, edzeni. Fear will keep the local systems in line. Fear of this battle station. Lehet, hogy a karrierjében olyan dolgokat nem tud majd választani, ahol egy fittségnek kell meglenni. Például csak a kardiológiai mellékhatás. De rengeteg olyat látunk a fertőzésen átesettek közül, hogy relatíve könnyen megúzták. Szóval olyan hosszú neurológiai, pszichiátriai, depresszióval járó epizódba keverednek bele, ami egyértelmű a COVID-hoz köthető. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este. Én azt gondolom, hogy ezt kockáztatni sokkal nagyobb butaság, mint azt választani, hogy beoltatom magam egy olyan vakcinával, amivel azért már látjuk, meg a tudomány azért már sok évtizede látja. És így győződtek meg róla, uram, hogy a Föld banán alakú. Bámulatos, hol tart már a tudomány. Mondd csak el még egyszer, hogy lehet birkavesével földrengést megelőzni? Hogy nincsenek hosszú távú mellékhatásai. Maga az mRNA-s egy pillanat alatt elbomlik, megteszi a dolgát, és onnantól kezd az immunválasz kialakul. Nézz bennem, csak bennem, szenderem. Veszélyben vannak az oltatlanok. A szomszédos országokhoz képest hazánkban még mindig jóval lassabban terjed a vírus, ami elsősorban a magas átoltottságnak köszönhető. Azonban nem dőlhetünk hátra, ugyanis a korona és az influenza vírus együttes jelenléte fokozottan veszélyes, ráadásul a betegségek tünetei szinte azonosak. Megugrottak az adatok, egyre több a napi új fertőzött, többen vannak kórházban is. Ennyi, amit az oltással sikerült elérni, de azt mindig is mondtuk, hogy a fertőzést a vakcina nem akadályozza meg. Először térjünk rá vissza, hogy ez csak rajtunk múlik, tehát a maszkviselés tavaly és az idén tavasszal is sikerrel akadályozta meg az influenza vírus terjedését. A maszk puszta látványosság, hogy úgy tűnjön, a kormány tesz valamit. Egyébként a kettős fertőzés vagy szimultán fertőzés az nagyon súlyos következményekkel járhat. Tüdőt súlyosan károsító 2 vírus együttes jelenlétre a szervezetben, ez nagy valószínűséggel erőteljesen növeli a súlyos betegség vagy az elhalálozás valószínűségét. Fear will keep the local systems in line. Fear of this battle station. Tehát mind a 2 betegség ellen érdemes felvenni a védőoltást. Szerű, igen. Egyre többet olvasni arról is, hogy sok gyerek kapja most el a koronavírus mostani változatát, ugye ezt a bizonyos delta variáns. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Hát 2 16 éves és 1 14 éves páciens meghalt, tehát ez a korosztály mindenképpen veszélyeztetettnek tekinthető már. To kind of catapult the propaganda. Amerikában ugye már az ennél kisebbeket is oltják, megkapta a Pfizer az engedélyt az 5-11 éves korosztálynak. Megmondom őszintén, én még várnék, ha ilyen kiskorú gyermekem vagy unokám lenne, még egyelőre nem tanácsolnám. Lilu Dallas világjegy. Tapasztalatot kell gyűjtenünk abban, hogy vajon mennyire veszélyezteti ezt a korosztályt a COVID betegség. Ne felejtsük el, hogy a gyógyszereknek, ugye az oltóanyagoknak a kutatása az 2 évet vesz igénybe. Itt nincs 2 év. Hány százaléka lesz érintett, hány százaléka az, aki tünetesen megbetegszik, és hány százaléka az, akinél esetleg maradandó károsodás lép föl.
Egyelőre még ezek a számok nagyon kedvezőek, tehát nagyon alacsony a megbetegedettek aránya, nagyon alacsony a post-covidos és long-covidos tüneteket mutató fiatal páciensek aránya, tehát nagyon kevés még a tapasztalatunk. Egyelőre én úgy gondolom, hogy a világ járvány alakulását és benne a fiatal páciensek sorsának, fertőzöttségének alakulását figyelemmel kell kísérnünk, és az ebből levont következtetések alapján lehet azután majd javasolni a 12 év alatti a kortársát. Jelenleg az egész földgolyón egy gyógyszerkísérlet zajlik. Drámai számokat mutatnak a magyar járványügyi adatok. Fél éve nem voltak annyian lélegeztetőgépen, mint most. They kind of catapult the propaganda. Többségük pedig nincsen beoltva. Ekközben hónapok óta nem látott népszerűségnek örvend a koronavírus elleni vakcina. They kind of catapult the propaganda. Pedig azt is mondtuk, hogy ez egy szezonális betegség. Nyáron ezen túl is mindig szünet lesz. Tehát az úgynevezett nem specifikus járványtani védekezés eszközeit még korlátozott mértékben használja csak a kormány, kontaktuskutatáson a karanténintézkedésen. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Tehát tulajdonképpen a mutáció és az intézkedések harcából az az eredmény jön ki, hogy nagyjából a tavaly őszi járványadatokat látjuk visszaköszönni, tehát az oltások dacára nem lett jobb. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk. A legtöbb kórházban fekvő beteg oltatlan. Azt azért lehet tudni, ön is pedzegette. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este. Korábban Informális információ. Nem tudom, ön szerint mennyire lenne jó megoldás, mennyire lehetne kötelezni arra az embereket, hogy akármi történik, igenis vegyék fel az oltást, mint például Ausztriában. Én nagyon ellene vagyok a kötelező oltás elrendelésének több okból is. Az egyik legkézenfekvőbb ok az, hogy ez nagyon megerősíti az oltás ellenes hangokat, a járványtagadókat, tehát ugyanolyan... Megerősíti? Persze. Miért? Azt lehet látni, hogy a felnőttek és már a fiatalok körében is azért az oltás elfogadott. Mi a helyzet a gyerekekkel, hiszen itt most már egyre alacsonyabb korban adnák be az oltást. Ön hogy vélekedik erről? Mi lenne a legalacsonyabb korosztály, vagy a legalacsonyabb életkor, ahol ezt be lehetne adni? They kind of catapult the propaganda. Sajnos vannak olyan kérdések, amikre én is csak azt tudom válaszolni, hogy nem tudom. Tehát ebben még a szakirodalmi adatok áttanulmányozása, a nemzetközi statisztikák rendszeres bújása mellett sem tudom megmondani azt, hogy én például, ha 6 és 11 év közötti unokám lenne, vagy gyerekem lenne, akkor javasolnám-e a beoltását. Tehát nem látunk még annyi adatot sem a betegség, a fertőzés következményeit tekintve, sem az oltás hasznosságát tekintve, tehát erre én most még nem tudnék választani. Jelenleg az egész földgolyón egy gyógyszerkísérlet zajlik. Az is érdekes kérdés, hogy aki szeptemberben kapta meg a harmadik oltást, körülbelül fél évet mondanak arra, hogy hatásos az oltás, akkor utána ő tavasszal mehetne megint oltakozni? Tehát ez... Nyáron szünetet tart a járvány. Bolyan a plagyem, jaz újjól a maré. Ugyanúgy, ahogy tavaly szünetet tartott, idén is szünetet tart. Nem lesz negyedik oltás tavasszal, vélhetően? Pont azért, hogy aki szünetet tart a járvány. Az a legnagyobb probléma az oltatlanok körében, ők úgy érzik, hogy minden, tehát mindent az ő nyakukba varnak most, igen, és hogy mindenért őket hibáztatja, akár a közvélemény, akár a média, akár a kormányzati szervek, nem csak itt Magyarországon, hanem szerte Európában, hiszen Európában van most a gócpont, és őket hibáztatják azért, hogyha nincsen beoltva, akkor ők okozzák ezt a gondot. Nem tartom szerencsésnek, egyrészt nem is teljesen igaz. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Nem hiszek abban, hogy ők a nemzet első számú ellenségei, akik nem oltatják be magukat. Professzor úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken. És egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosnak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat.
Köszönet, hála és dicsőség Abba Jahuának, halleluja és shalom.